Az új logisztikai bázis Thomas Erba, Ferdinand Gross vállalatcsoport ügyvezetője és Mit Csaba polgármester avatta fel. Nagyon sok cég, amikor piacot lát Magyarországon, piacot lát Tatabányán, és látja azt, hogy érdemes beruházni, akkor saját erőből is belefog, hiszen megtérülő beruházásokról beszélünk. Nagyon sok kis, középvállalkozás is így tesz, de természetesen valamikor keresik hozzá a kiegészítő állami, önkormányzati támogatási forrásokat. De számunkra a legnagyobb öröm, hogyha olyan vállalkozás, mint a Ferdinand Gross, amely tulajdonképpen logisztikával, kötőelemeknek a kereskedésével foglalkozik, röviden mondjam, kis és nagy csavarok, meg egyéb tételek, ugye 70 ezer tételt forgalmaznak, tehát ezt azért tudni kell, hogy azért elég sokféle úgymond csavart forgalmaznak. Ez alapvetően egy ilyen vállalkozás jövője az a gazdaság teljesítményétől függ, hiszen kinek szállít a Ferdinand Gross? Alapvetően az iparnak és az építőiparnak. Hát akkor ruház be egy ilyen logisztikai cég egy országban, egy városban, ha azt látja, hogy ott van növekedési potenciál, ha azt látja, hogy van lehetőség arra, hogy az ipar, illetve az építőipar nőni fog. Bízunk benne, hogy a Ferdinand Gross jól látja a folyamatokat, és valóban tovább folytatódik az a gazdasági növekedés, amely az elmúlt években jellemezte Tatabányát és az országot is. Az új telephelyen a szélesebb körű és korszerűbb kiszolgálás mellett egy közép-kelet-európai logisztikai központot is létrehoztak. A Tatabányai régió és az ipari park egy nagyon jó beruházási területet biztosított számunkra. Egyrészt a terület előkészítettsége, az itt jelenlévő cégek és a logisztikailag megfelelő terület, tehát az autópályák, az útvonalak közelsége tette azt lehetővé, hogy itt jöjjön létre ez a beruházás. A vállalatvevői között a magyar tulajdonú kisvállalkozástól a nemzetközi koncernekig széles a paletta. Magyarországon ugyanúgy megtalálhatók a főbb gép- és berendezésgyártók az ügyfeleink között, de a mezőgazdasági gépgyártók, a vasúti járműjavító vállalkozások és az autóipari beszállítók a fő partnereink. Jelenleg 22 fő a foglalkoztatotti létszám, és természetesen, mivel a külpiacokra is koncentrálunk a régióban, ez további fejlesztést, fejlődést hordoz még magában. A társaság fejlődésére jellemző, hogy beválasztották a legdinamikusabban startoló magyar cégek társaságába is.